vagyunk az IT Business szezonnyitó rendezvényen, és az ILEX egy újdonsággal rukkolt elő erre az eseményre. Mit is kell tudni erről? Az ILEX szakította történelmi hagyományaival, és az eddig fejlesztett különféle jogi platformai helyett most egy innovációs platformmal állt elő. Könnyen megkérdezheti tőlem bárki, hogy ennyire nagy szakértők vagyunk, hogy a jog után innovációzás mindenhez az ILEX ért. Szerencsére felismertük saját hiányosságainkat, és kiváló szakértőket hívtunk meg ennek a rendszernek a fejlesztéséhez. Régi stratégiai partnerünk az IBM, mind a felhő, mind az IT Managed Service, és most már mind az innovációs módszer biztosításával támogatta a munkánkat. Nemzetközi improv szakértőknek a támogatását kértük föl, végig a fejlesztésben ők részt vettek. Hát ők ugye az EU szakértők, improv szakértők. A Netlock szintén egy régi jó bevált partnerünk, őket az elektronikus aláírásnak a InnoIcon-ba való integrálására kértük föl, és hát tulajdonképpen az eddigi fejlődésünk, ami ugye mesterséges intelligens iratminták, akkor a virtual reality, ami is nagyon nagy divat, augmented reality, ezek a kísérletek most végre egy konkrétumba ötvözöttek, ugyanis az InnoIcon, akkor van egy olyan vizualizált változata is, ami a legmodernebb ilyen jellegű vizualizációt tartalmazza, és amit meg még egy kicsit ilyen boldogan mondok, ugye hát a jognál az természetes volt, hogy próbálkoztunk abba az irányba eljutni, hogy közép- és kisvállalkozásokat támogassunk. Ezt nem gondoltuk, hogy itt az InnoIconnál is sikerülni fog, de szerencsére sikerült. És azért jutott eszembe a VR kapcsán, mert például lehet majd tőlünk vásárolni KKV-knak olyan InnoIcon, ilyen kis innovációs menedzsmenti alkalmazásokat, amin keresztül ők többféle innovációs menedzsert elérnek, tehát hogy design thinking szerinti innovációt szeretnének, azt fogják elérni, hogyha a nemzetközi improvos szakértőket azt is el lehet érni, és ráadásul megpróbáljuk úgy megoldani, hogy ilyen virtual reality workspace lesz nekik a mobiljukon, tehát egyrészt hasznos, másrészt a legújabb korvívmányának megfelelően elég szórakoztató és látványos is lesz ez a dolog. InnoIcon, megtanultuk az új varázsszót. Az innováció szakértőnek ebben a projektben milyen szerepe van, milyen feladatai vannak? Az InnoIcon alapja az ILEX keretrendszer, az ILEX platform. Ezt a platformot kihasználva egy új, olyan módszertant alkalmazunk, amely tulajdonképpen a legnagyobb gazdasági kihívást az ipar 4.0-nak való megfelelés szolgálja. Az ipar 4.0 az amellett természetesen, hogy a digitális transformációt hozza magával, egy jelentős kollaborációt igényel. Ugyanez a kollaboráció jelenik meg az innovációban is. Ahogy most már a projektmenedzsment, projektirányítás, a minőségirányítás sem egy újdonság, ezek mind érett módszertanok, ugyanígy tavaly előtt megjelent az innovációmenedzsment, az innováció irányításnak a rendszere, ez jövőre már ISO szabvány lesz, ugyanúgy, mint az összes többi hasonló szabvány, és ez a menedzsment módszertan az ILEX alapon alkalmazva egy olyan új kollaborációs lehetőséget teremt meg, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a cégek innovatívak és versenyképesek maradjanak a negyedik ipari forradalom során. Kis cégek vagy nagyobb cégek? Mindenkinek. A kis cégnek pontosan azt az előnyt tudja biztosítani ez a rendszer, hogy költséghatékonyan tudja használni a módszertant az innovációs fejlesztéseihez. A nagyvállalatoknak pedig a személyre szabhatóság, az egyedivé tétel ad egy óriási előnyt, ami semmilyen más rendszerben nincsen meg. Az ILEX innovációi most már szinte elképzelhetetlenek az IBM nélkül. Mi az a támogatás, amit most ehhez az újdonsághoz, az ICON-hoz adtak? Hát először is nagyon tetszik nekünk maga az alkalmazás. Tehát, ahogy mondjam, drukkolunk neki nagyon. Nyilván ezen felül szokás szerint ez is egy biztonságos IBM felhőben futó alkalmazás, hogy ezt már megszokhattuk az ILEX-nél. És olyan szempontból hazai pálya, hogy maga az IBM elég sokat foglalkozik az innováció módszertanával. Ugye a világon a legtöbb szabadalmat bejegyzett vállalatról is van szó, és egész komoly innovációs módszertannal is rendelkezik. A termék kifejlesztése során ezt a módszertant is figyelembe vette az ILEX, ugye az InnoIcon termék kifejlesztésénél, és dolgozunk további együttműködési lehetőségeken, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de gondolkodunk azon, hogy akár valamilyen fajta szolgáltatás kapcsolatot is tudunk a kettő között létrehozni. Ez még a jövő zené, hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Újdonsággal rukkolt elő az ILEX itt az őszi informatikai szezonra. Az ICON rendszernek köze van a virtuális valósághoz, hogyan is? Hetente jelennek már meg újabb és újabb bejelentések a világ legnagyobb informatikai cégeitől, hogy milyen VR alkalmazásokkal jönnek ki. Gyakorlatilag minden platformon vannak már virtuális valósággal kapcsolatos alkalmazások, megoldások. Nagyon könnyen látható, hogy egyre inkább egy integrált rendszerré áll ez össze.
Tulajdonképpen az operációs rendszerek terén ugye már ismerjük az evolúciót, mindenféle operációs rendszereink vannak, tehát ma egy operációs rendszer kifejlesztése, fejlődése sokkal gyorsabb, ismerik az evolúciós lépéseket. Jól látható, hogy a virtuális valóság pont erre felé törekszik, egyre átfogóbb rendszereket adnak ki. 2017 közepére jósolják elég pontosan azt, hogy megjelennek a virtuális valóság operációs rendszerek. Ebben a pillanatban mindenki érzékeli azt, hogy ennek ugyanúgy lesznek app store-jai, mint az iPhone-nak, vagy a iOS-nek és az Android-nak. Emberek elérhetik az alkalmazásokat, letölthetik. Sokkal bonyolultabb lesz, de sokkal egyszerűbb is ezáltal a világunk ebben a digitális térben. A lényege az tehát az InnoIconnak, hogy igen korán felismerte ezt a lehetőséget. Talán a világon ő az egyetlen és első olyan cég, aki elkészített, vagy legalábbis tervben van és nagyon közel van a kiadásig, egy olyan virtuális alkalmazást, amit majd ilyen operációs rendszerekkel le lehet tölteni és beleágyazni az embereknek a saját virtuális terében, pontosan ugyanúgy, ahogy most a telefonra megveszünk egy appet, és egy alkalmazást, és a telefonunk azért az alkalmazásé lesz. Mondom, ez a virtuális térben egy kicsit összetettebb, meg bonyolultabb, de ők megtették ezt a lépést. Talán én biztos vagyok benne, hogy szinte az elsők között van. A következő lépés nálunk az, hogy ugye azon túl, hogy négyféle szakértői csoporttal is együtt dolgozunk, ezeket próbáltam nevesíteni, de hát most ugye Széchenyi Tőke Alappal kezdünk együtt dolgozni a jövő héttől. Ugye hát Széchenyi Tőke Alap azért akárhogy is nézzük, legnagyobb kormányzati befektetés ösztönző, és nagyon boldogan jelentem be, hogy hát ugye megvolt az a bizalom az irányunkba, hogy ők gyakorlatilag az általuk befektetésekkel támogatott cégeknél egy pilot üzemmódban be fogják vezetni az InnoIcont különféle innovációs tartalmakkal. Tehát lesz, aki az Agile-t fogja használni, lesz, aki a Design Thinking-et, lesz, aki az Improve-ot, és különféle vizualizációs alapokon is. Tehát egész más lesz egy feldolgozóipari vállalatnak az alkalmazása, megjelenítve, és megint más lesz egy biotechnek. Ebből egyébként próbáltunk itt mutatni részleteket, pont hogy hogyan gondoljuk majd itt a kooperációt.